Szinte tele vannak a pultok áruval, egy átlagos piaci naphoz viszonyítva mégis kevesen vásárolnak, mondta ez a Szekszárdi eladó. Szekszárdon a piac bezárt, de az árusoknak továbbra is lehetőségük van termékeik értékesítésére. Erről döntött néhány napja Árcsezső polgármester. A krumpli és hagyma iránt nagy az érdeklődés. Ezek beszerzési ára 20-40 forinttal növekedett az elmúlt két hétben, így kénytelenek az eladók is minimálisan emelni az eladási áron. A gyömbér és a torma beszerzése pedig lehetetlen, mivel alig kapható, ha van, akkor csak többszörös áron. Így, hogy tilalom van, így annál jobban nincs forgalom. Sehol igazából. Mindenki ott árul, ahol tud, parkolókba, vagy piac előtt éppen, vagy más áruházaknál a parkolókba. Úgyhogy nem tudunk mit tenni ez ellen. Sajnos ez a helyzet van, ezt kell elfogadni, ami van éppen. A termelői árusítás engedélyezett Szekszárd különböző pontjain, mondta Árcsezső legutóbbi hétértékelőjén. Az ehhez szükséges engedélyek kiadását már elkezdték, és városképi szempontokat sem fognak vizsgálni, tájékoztatott Árcsezső. Azok a tömörülések, csoportosulások megszűnjenek, amik a piacon szoktak előidéződni, hiszen azt nem tudjuk garantálni, hogy aki lemegy a piacra, az ne beszélgessen, mondjuk, és ne jöjjön össze egy nagyobb csoport. Ezért azt a döntést hoztam, hogy a piacot bezárjuk, de az árusítóknak lehetőséget biztosítunk a város különböző pontjain a zöldség, gyümölcs vagy bármilyen más termék árusítására. Továbbá egy olyan térkép kiadásán is dolgoznak, amelyen fel van tüntetve, hogy melyik árus a város melyik pontján elérhető.